a fogyókúra verseny, a Global Fitness első fogyókúra versenye, még nem volt ilyen, nem rendeztünk ilyen, nem került megrendezésre. Jövő évre terveztük, ugye pont azért, hogy az ünnepek után lehessen egy picit motivációt kapni a fogyásra. És hát bárki jelentkezhet erre a fogyókúra versenyre, az egyetlen kitétel az, hogy a jelentkezés pillanatában legyen érvényes Global Fitness bérlete annak a versenyzőnek, aki ugye regisztrál. A regisztráció egyébként itt a recepciónál kell, hogy megtörténjen. Minden nap 7 órától 11 óráig, vagy délután 14 órától 22 óráig lehet jelentkezni a bérlet számával, illetve a névvel. Valamint egyébként már a mai naptól kezdve akár e-mailen elindulhat a regisztráció, ez szintén a bérlet szám megadásával, illetve a név megadásával lehet konstatálni. A verseny élesben január 3-ától indul, 3-ától 14-ig van lehetősége arra, hogy egy teremedzőnk segítségével, vagy itt a recepciós hölgyek segítségével mérlegre álljon, rögzítsenek egy kezdő súlyt a versenyzőnél, illetve ugye február 28-áig tart a verseny, és február 28-án lesz még egy kontrollmérés, és ez időközben a súlyvesztést fogjuk ugye nézni. Ez a súlyvesztés, ez ugye az lenne a lényege, hogy milyen százalékban, milyen arányban fogyott le a versenyző, tehát százalékos módon nézzük az eredményeket. És gyakorlatilag mindenféle segítséget igénybe lehet venni. A teremedzőink itt ingyenesen segítenek ugye a fogyásban, akár önállóan is lehet edzeni, de természetesen bármelyik személyedzőnk szívesen áll a rendelkezésére, aki éppen szimpatikus neki. Egy hónap az általában kevés szokott lenni, másfél hónap alatt azért már látszik egy picit, hogy ha valaki akar, illetve elég motivált, akkor ugye azért már ott jönnek le a felesleges kilók, főleg az ünnepek után. Én azt gondolom személyedzőként, hogy mindenkinél más és más. Nyilván itt nagyon sok függ attól, hogy mi a kezdő súly, ahonnan elindul a versenyző. Tehát ugye a nagy súlyból mindig könnyebb fogyni, a kisebb súlyból ugye azért viszonylag nehezebb. Ami egészséges és étkezéssel együtt és megfelelő mozgással együtt, az én azt gondolom ilyen 6-7 kiló, ami mondjuk egy átlag picit súlyfelesleggel rendelkező személy számára az optimális. Akár hogy a teremedző, akár hogy a személyedző segítségét veszi igénybe a versenyző, akkor természetesen táplálkozási tanácsokat, étrendet is tudunk akár írni, tehát mindenben abszolút tudunk segíteni. Érdemes küzdeni, azt gondolom, mert igen motiválóak a nyereményeink. Mind a férfi, mind a női kategória egyébként külön-külön lesz díjazva, tehát a férfiak között is 3 díjazottunk lesz, illetve a nők között is az első 3 versenyző díjazunk. Ugye az első 3 olyan versenyző, aki a legnagyobb százalékban veszít a súlyából. És az első díj az egy 3 havi Global Fitness bérlet, plusz egy 20 000 forintos termékvásárlási utalvány. A második helyezett díj az egy 2 havi Global Fitness bérlet, illetve egy 10 000 forintos termékvásárlási utalvány, és a harmadik helyezett pedig mind a két kategóriában egy hónapos Global Fitness bérlettel lesz gazdagabb. Én azt gondolom elsődlegesen ugye a kardió az, ami nagyon fontos, ugye a kardiós edzés, ez kinek az igényeinek megfelelően ugye lehet futópad, lehet ellipszis tréner, lehet háttámlás kerékpár, illetve itt a rendes kerékpár, itt az a lépcsőzőgépeket látjuk itt mellettem, ugye, amik szintén ugye itt a popsi fenék szakaszt igen jól megdolgoztatják, illetve hát innestől kezdve teljesen széles a skála, ugye rengeteg edzéstípus van, ami között tud választani a vendég. Vannak a TRX edzések, crossfit edzések, egyéni testsúlyos edzések, súlyzós edzések, erősítős edzések. Bármelyikkel lehet célt elérni, én azt gondolom, ami szimpatikus a versenyző számára.